Na hát, fél sülésbe így néz ki a tilápia. Fokhagyma ugye szépen már kicsit szét dolgozódva rajta, ugye a bors ez látszik, meg a mézes mustáros szósz, most annyival, hát látszik alatt az olívaolaj. Annyira sok levet nem engedett, mint ahogy gondoltam, de nem baj. És most akkor annyi jön, hogy át fogom fordítani, és akkor visszateszem. Jó, tehát átfordítva így néz ki. Látszik a bőre még egybe van, és most fogom bevágni a bőrét. Mert már most ezt csak készre kell sütni. Jó, hát nem tudom, látszik-e, mennyire látszik, mennyire nem. Megvagdaltam. És egy kicsit vele is kóstoltam a szaftjába, és most arra az álláspontra jutottam, hogy most fogom kicsit megsózni, mert eléggé édes, ugye maga a hal is, de a mustáros szósztól édes, és akkor most már csak így a fóliát ugye fölgöngyölítettem a végén, amit rá volt hajtva, és akkor így visszateszem még, és sütöm úgy, hogy ameddig látom, hogy nem kezd el pirulni. Maga a hal az nagyon puha, annak ellenére, hogy nem engedett levet. Jó. Hát ameddig sülöget a hal, közben hát kísérőnek a halakhoz fehér bort ajánlanak, ugye? Ez viszont, aki emlékszik még rá, ha nézte a videóimat, ez mead, így ahogy mondom, tehát magyarul méz bor, tehát méz alapra és földi eper volt benne, ha valaki még emlékszik a videóra, földi epret tettem a mézhez, és abból készült bor. Hát a citrom nem véletlenül van itt, mert egy kicsit kemény ez a bor, tehát ez már le lett szűrve, de utána egy kicsit olyan karakteres íze van a fajélesztőtől, azt segít elvenni a citrom, de csak pár csepp, és hát maga a hal mellé batátát, tehát édes krumplit akartam volna, de hát itt az éjszaka közepén a rohanásba, a kapkodásba, a műszak végén, most vettem észre, hogy csak egyetlen egy darab maradt belőle, úgyhogy majd ez csak holnapra lesz a hal mellé, de tehát édes krumplinak, tehát édes krumpli köretnek teljesen jó mellé, tehát ezt fölcsíkozó, vagy karikázva ki, hogy szeret, és akkor úgy kis olívaolajon fokhagymával megpárolva, vagy hát kinek mi a kedvenc receptje az édes krumplihoz. Jó, és akkor most nézzük a halat. Hát ilyenkor már ugye gyorsan sül a hal, amikor már ki van bontva, meg átpárolódott. Körülbelül egy, hát ahogy nézem, egy olyan bő 5 percet sült, és hát már meg van pirulva ez az oldala. Azt hiszem, hogy forgatni már nem fogom, mert széthullik, úgyhogy ezt így fogom fogyasztani. Mindjárt egy kis darabot megkóstolok, hogy mégis azért hát saját ihletésű recept elsőre, hogy mégis milyen. Jó, hát villával itt vettem egy kis darabot. Ugye még forró. És a bőr az érdekes, hogy teljesen át van puhulva a bőr ilyenkor, a halbőr. Hát kérem, azt mondom, hogy ha valaki, egy pici sóhia, ha valaki tilápiát vesz, tilápiát próbál, ezt a receptet nyugodtan kipróbálhatja, tehát mézes, mustáros, édes, annás, kicsit fokhagymás. Az igen. Jó étvágyat mindenkinek. Ezután csak így fogom készíteni mindig. Remek. Egyszerűen remek.